Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Napfényes Étterem YouTube csatornája, a Napfényes Vegán Séf. Ma egy isteni nyári, de könnyű receptet hoztam nektek. Cukkinis, aszalt paradicsomos, tejszínes, növényi sajtos spagettit készítek, méghozzá rengeteg zöldfűszerrel, bazsalikommal, kakukkfűvel, amit egyenesen a kertből hoztam nektek. Gyertek, tartsatok velem most is! Kezdjük is a tésztafőzéssel. Fölraktam egy nagylábosba, bő vizet, ez már forrásba van, és egy jó minőségű spagettit fogok főzni. Természetesen használhatok bármilyen más tésztát, pennét, fuzilit, ki mit szeret, 2-3 evőkanál só mehet a főzővízbe, és a spagettit középre szépen beöntöm, egy csavarás, és elengedem. Majd mehet rá a fedő. A tészta főzés egy 6-8 percet vesz igényben, forrás után, addig viszont készítsük el a ragunkat. Ebben a nagy serpenyőben fogom elkészíteni a tésztaételünket, és ehhez mutatom az alapanyagokat, amiből lehet válogatni. Nézzétek, mennyi gyönyörűség, amit a kertből szedtem. Most ugye egy cukkini spagettiről beszélgetünk, ezt a cukkinit reggel hasítottam le, gyönyörű szép, és választok még egy zöldet, ezt a kettőt fogjuk ehhez használni, és egy különleges szerkezettel fogom spagetti alakúra gyalulni. Mindjárt meg is mutatom, de először a serpenyőm forró, egy kevés olajat löttyintek bele, és egy, azaz két fej hagymát fogok gyorsan megpiríteni az elején. Ezt tetszőleges méretűre, kis kockákra vágom. Mehet is az olajba, hadd piruljon. Halljátok, hogy sistereg már forró a serpenyőm, és mielőtt megégne, még egy kis aszalt paradicsommal fogom szépen megzavarni. Használhatnánk friss paradicsomot is, de azt akarom, hogy ne legyen túl leveses, ne fesse meg az ételünket, de legyen benne a paradicsomnak a zamata, a savassága, a sósága, ugye az aszalt paradicsom elég sós, sóval tartósítják, úgyhogy majd valószínű a sóval csínyán kell bánnom. Ezt csak így durván nagyobb darabokra vágom, és lassan mehet ez is a hagymához. Közben figyelek a tésztára. Egy keverés. Jó, nagyon jó, már elkezd forni. Amíg ez készre fő, addig igyekszem a ragut is elkészíteni, hogy egy időben és frissen tudjak tálalni. Hagymapiruláshoz is szükség van 1-2 percre, addig megmutatom, hogy működik ez a spirálozó. Először is a cukkinik végeit levágom. Úgy természetesen megmostam őket, és ezt a szerkezetet úgy használom, hogy ide szépen betesszük a cukkinit, és elindul a spirálgyártás. Nézzétek, milyen izgalmas ez az alapanyag. Természetesen egyszerűen julienre is lehet vágni, vagy le lehet reszelni, de mivel spagettit fogok készíteni, gondoltam, hogy ez is legyen spagetti formájú, és hamarosan átpirítjuk a hagymával, csak ugye még nincs elég színe. Lassan jó lesz a hagymánk is, felgyorsultak az események, viszont a tésztán biztos, hogy jó, hiszen azt szeretném, hogy fogkeményre legyen főzve, azaz al dente, úgyhogy mehet is a szűrés. Szuper lett a tészta, hagyma is tökéletes, mehet rá cukkini. Egy keveset hagyok a végén díszítésre, egy keverés. Gyorsan ízesítsük is be, fűszerezzük, jöhet 4-5 gereszt fokhagyma. Egy kis frissen őrölt bors, egy pici szárított oregano, és aztán jövök is a friss fűszerekkel. Friss fűszerek pedig a következő kakukkfű. Így egyszerűen csak lemorzsolom a száráról, mehet rá jó nagy mennyiségben, nagyon jó. Viszont nem szeretném, hogy túlfőjön a cukkini, ezért mehet is hozzá a tészta. Gyönyörű színes az ételünk, amint látjátok.
viszont ez hamarosan kész is van. Jöjjenek az utolsó mozdulatok, az utolsó összetevők, amire szükségünk van. Növényi sajt hadd olvadjon szépen a tésztánk közé, és egy kis tejszínt szeretnék hozzátenni. Van itt nálam kétfajta növényi tejszín helyettesítő, az egyik egy ilyen sűrűbb változat, picit már el is keverem rögtön, folyadékot egyelőre nem teszek rá. A cukkinének a saját leve és a tejszín sűrűségére lesz szükségem, ahogy itt majd most elolvad, és egy hígabb, zab alapú tejszínt is ráöntök. Ez az. Természetesen használhatok bármilyet, nagyon sok üzletben hozzá lehet már férni, úgyhogy könnyen elérhető, de el is lehet hagyni, még akár a növényi sajtot is, ha valaki nem szereti ezeket az úgynevezett imitációkat használni. Nagyon jó, kezd már tényleg igazi mediterrán hangulata lenni a tésztánknak. Nagyon jó. Hamarosan jön a tálalás, de föltesszük az ételre a koronát, méghozzá a bazsalikomot fogom az utolsó pillanatban tálalás előtt közvetlen hozzáadni. Valakinek feltűnhetett, hogy nem tettem hozzá sót, hát azért nem, mert eléggé megsóztuk a tészta főzővizét, másodszorban pedig ugye említettem, hogy az aszalt paradicsom is elég sós, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy kellő íze van az ételünknek. Itt a friss kerti bazsalikomon levágom a vastagabb szárát, és ilyen durvább, nagyobb darabokra vágom. A bazsalikomnál fontos, hogy az utolsó pillanatban tegyétek rá, azonnal elkezd feketedni hő hatására, úgy, és persze az illóolajok is frissek, és már belengik a konyhát, az egész lakás terét, úgyhogy mindenki érzi, hogy hamarosan közeledik az ebéd ideje, jöhet is a tálalás. Szépen összeolvadt a tejszín a sajttal, és nem tűntek el ezek a szaftok, úgyhogy szépen bevonják a tésztánkat. Jöhet egy kevés cukkini még a tetejére, megbolondítjuk minimum a látvánnyal, de aztán a roppanóság is nagyon különleges lesz. A tetejére is azért reszelhetünk egy csöpp kis vegán sajtot, és természetesen jöhet egy kis friss bazsalikom is. Van itt lila bazsalikom, zöld bazsalikom, ki mit szeret. Persze tálalás előtt érdemes megkóstolni mindig az ételt, amit főzünk, nehogy a vendégek szóljanak, hogy valami esetleg hiányzik, úgyhogy én is ezt most gyorsan megteszem, mert talán még akkor egy kis sót tudok felszolgálni a tésztához. Tökéletes az ízharmónia, roppan a cukkini, az amatos paradicsom elég sós, krémes a tejszín, al dente a tészta. Isten jött az ételünk, jó étvágyat kívánok mindenkinek, készítsétek el ti is ezt az ételt most, még nyáron, amíg szezonja van a cukkininünk. Találkozunk a jövő héten, sziasztok!